Sziasztok! Szeretettel köszöntöm Berg Juditot. Azért vagyunk itt, mert megjelent a legeslegújabb Rumini, a 10. Rumini. Az a címe, hogy Judit. Rumini és az elsüllyedt világ. Nagyon sejtelmes címe van, és annyit elárulhatok, hogy ez a könyv annyira szomorúan kezdődik, amilyen szomorúan még egyik Rumini sem kezdődött. De ezt azt hiszem, hogy elárulhatjuk, mert eléggé az elején történik ez a nagy szomorúság. Hát végül is elárulhatjuk, főleg azért, mert én amikor ezt a történetet kitaláltam, akkor ez volt az alapgondolat. Mert hogy amikor Ruminit írok, akkor nagyon fontos, hogy az elején kitaláljam, hogy milyen konfliktus és milyen probléma típus az, amivel szembe kell találkozni a szereplőknek. Árulás, fogjul ejtik őket, a saját barátaik változnak meg, és azt gondoltam, hogy na, ami még nem volt, az, hogy a szélkirálynő elsüllyed. De úgy, hogy menthetetlenül a víz alá, soha ki nem húzható módon. Ezt el kell mondanom, hogy amikor még csak kéziratban olvastam, és nem tudtam tovább olvasni, tehát körülbelül tényleg az első 3 fejezet volt meg, és ez a második fejezetben történik. Igen. Ez a hajótörés. Én nekem olyan megmagyarázhatatlan rossz kedvem lett, és tulajdonképpen egy másnap jöttem rá, hogy igazából nem másért, ezért van rossz kedvem. Igen, mert elsüllyedt a szélkirálynő, és föl is hívtam a Juditot, hogy annyira szörnyen szomorú vagyok emiatt, és akkor Judit megnyugtatott, és mi is megnyugtatjuk a nézőket, hogy persze, hogy jó vége lesz. Igen, olyan, hogy nem volt, hogy a Rumininek rossz vége legyen, de mondjuk nagyon sokat kellett gondolkozni, hogy rájöjjek, hogy ebből az egész helyzetből, hogy lehet győztesen kikerülni. A hajótörés következtében néhányan feljutnak egy mentőcsónakba, és néhányan együtt tulajdonképpen megmenekülnek. Az összes többiekre nem lehet tudni, hogy élnek-e, halnak-e, mi van velük. Élnek. Élnek, igen, aztán viszonylag hamar rájönnek Ruminiék, hogy mi a bizonyíték arra, hogy mindenki életben maradt. Ezt azért nem mondjuk, hogy legalább valami meglepetés legyen. És már csak az a kérdés, hogy hol élnek. És ez egy olyan terület, ott az Áspis-tenger szigetvidéke, hogy rengeteg kisebb-nagyobb sziget van, a többségnek még neve sincsen olyan aprók és annyira elszórtak, úgyhogy jobb hiány azok, akik a mentőcsónakban megmenekültek, elindultak, hogy akár szigetről szigetre járva körbe hajózzanak és megkeressék a társaikat. És hát végülis megtalálják őket, de hát tényleg szerintem legalább 6-7 helyen szétszórva. Szóval nagyon összetett az egész, nagyon hosszú is az egész, olyan ez hosszú, ez a leghosszabb. Az eddigi leghosszabb. De nagyon, nagyon izgalmas, nagyon letehetetlen. Iszonyú jó volt írni. Ez volt az egyik legjobb írás folyamat nekem. Ezt végig lehetett érezni, hogy ezt iszonyú jó lehetett írni, hogy könnyen ment, hogy jött belőled. Talán a Galléros Fecó volt az én emlékeim szerint ilyen, hogy szerkesztőként ezt éreztem, hogy ez csak úgy jön belőled, és nem tudod abba hagyni. Igen, hasonló volt pont a Fecóval az egész alkotási folyamat. Sőt, olyannyira, hogy amikor a Tükörszigetet írtam, ugye ami a 9. rész, akkor menet közben találtam ki ezt a 10. részt, és amikor véget ért a Tükörsziget, akkor nem az a jó leső megkönnyebbülés és ilyen elképesztő fáradtság lett rajtam, ura, ami szokott, hanem gyakorlatilag 2 nap múlva elkezdtem ezt írni, és ilyen hihetetlen nagy lendülettel írtam, nem is tudom, szerintem 15 fejezetet egyhuzamba. Aztán elutaztam Peruba. Ezt akartam mondani, hogy ráadásul ennek a nem akármilyenek voltak a megírási körülményei, igen, ennek a Rumininek. És akkor gyakorlatilag elutaztam Peruba, ahol kínrekedtünk, akkor kezdődött a járvány. És az volt a nagy szerencs, hogy ott volt a laptopom, és ott volt benne a megkezdett szöveg. Amúgy ennek a könyvnek lehet, hogy leginkább Rózi a főszereplője? Én azt gondolom, hogy talán igen. Ő minden esetre az elejétől a végéig nagyon fontos szerepet játszik. Ő végig megvan, tehát hogy őt nem kell keresni. És hát van egy-két olyan hőstett, meg egy-két olyan nagy felfedezés, vagy olyan esemény, ami előre lendíti aztán a többiek keresését, ami Rozihoz fűződik. Ez igaz, tehát hogy ilyen szempontból ő most egy kicsit fontosabb szereplő, mint Rumini. Szinte fontosabb lett Rozi, mint Rumini. De Rumini is azért fontos, és nagyon sok régi szereplő előtűnik, ugye, ebben a könyvben? Igen, aminek én nagyon-nagyon örülök, és kaptam már olvasói leveleket is, hogy olyan jó karakter Skander Bob, az izmos, tetovált patkánylegény, aki Fecó barátja, hogy ugyan jöjjön már vissza. És pont akkor kaptam az utóbbi olyan
Tehát, hogy pont akkor kaptam egy levelet egy nagyon kedves olvasótól, aki szinte könyörgött, hogy Skander Bob, amikor én elhatároztam, hogy Skander Bob jön, és Bobot is nagyon jó volt írni. És akkor egy utolsó kérdés, amit érdekes módon, hát biztos tőled még többen kérdeznek, de tőlem nagyon sokan kérdezik mostanában, hogy ez az utolsó Rumini? És én erre azt szoktam válaszolni, hogy ilyet nem mondunk, hogy ez az utolsó Rumini. Igen, én ezt egyszer már megtettem, hogy azt mondtam a Rumini kapitánynál, hogy ez az utolsó, és aztán egyszerűen annyira hiányoztak, hogy nem bírtam, hogy ne írjak újat. Úgyhogy most azt mondom, hogy most nem tervezem. Szépen hogy le van kerekítve most az egész, de igen, nem zárjuk ki. Nem. Tehát most nem tervezem, hogy a következő pár évben folytassam a regény sorozatot, de hát megvannak a szereplők, megvan a szélkirálynő, tehát bármi történhet. Bármikor visszatérhetnek. Köszönjük szépen. Köszönöm. Mire a távoli zajokat meghalva, a rosszat sejtő Rumini és Rozi leért a kikötőbe. Már csak néhány tócsában ázó szakadt ruhadarabot és az esetet izgatottan taglaló szemtanút találtak az utcán. Addig kérdezősködtek, amíg sikerült nagyjából kideríteniük, hogy mi történt. A Pikkely Kovács érkezésétől kezdve a partra hurcolt sellőn keresztül egészen odáig, hogy egy csapat őrült egérmatróz rátámadt a sellővadászokra. Kiszabadítva a becses zsákmányt. Egy járókelő arra is emlékezett, hogy egy csukjás kabátos bamba legény kezdte a verekedést, és végül mindenki a dutyiban végezte. Rumini és Rozi ezután rögtön a fogdához szaladt, hogy beszéljenek a társaikkal, de a rendfenntartók elzavarták őket azzal, hogy a reggeli kihallgatás előtt semmiképpen sem nyerhetnek bebocsátást. A biztonság kedvéért visszatértek a szipírtyóra, hogy ellenőrizzék, maradt-e valaki szabadlábon a társaságból. Majd csalódottan megállapították, hogy mindenkit bezártak. Ezek után leültek a fedélzetre, hogy megbeszéljék a további teendőket. Úgy tűnik, hogy Roland felismerte a sellőt. Ezért kezdett örjöngeni. Vagyis tud róluk valamit, talán ők mentették ki a vízből, vagy éppen közéjük sodorta az ár, és fogságba esett, de később sikerült megszöknie, tűnődött Rumini. Ezen a nyomon talán a többiekhez is eljutatnánk. Első számú feladat, megtudni, hol élnek a sellők. Helyeselt Rozi. Jaj, de jó lett volna, ha én is láthatom azt a lányt. Valószínűleg megszakadt volna a szíved, ha megkötözve, kiszolgáltatva látod, csóválta a fejét Rumini. De talán megtaláljuk majd őket ott, ahol szabadon élnek. Akkor gyerünk vissza a városba, és tudjuk meg róluk mindent, pattant föl Rozi. Holnapig úgysem segíthetünk Fecóékon, viszont ha kiszabadulnak, legalább addigra kiderítjük, merre induljunk tovább. Felkerekedtek, és visszasétáltak a városba, ahol órákon át beszélgettek a helyiekkel, faggatták a fogadók vendégeit, a halászokat és a padokon ücsörgő idős lemingeket. De nem sokra jutottak. Azt ugyan megtudták, hogy a sellőhalászat elvileg tilos, viszont a szárított sellőpikkely olyan értékes, hogy emiatt képtelenség betartani a jogszabályt. Mivel egyetlen sellő elfogása is busás haszonnal jár, sokkal többel, mint amennyibe az esetleges bírság kerül, ezért sellővadászok mindig is voltak és lesznek. Egy idős úr azt is megsúgta, hogy a vadászok közül a Pikkely Kovács csapata a legelszántabb. Azt azonban, hogy hol élnek a sellők, még megközelítőleg sem tudta senki. Ahogy tanácstalanul kiléptek az utcára, Rozi szeme megakadt egy antikváriumon, amelynek kirakatában régi kiadású bőrkötéses könyvek porosodtak. Gyere! Fogta meg Rumini kezét. Talán ott találunk valamit. Az öreg antikvárius gondterhelten csóválta a fejét a fiatalok kérése hallatán. Sellőkről egyáltalán nincsenek tudományos feljegyzések, hiszen a létezésük is valódi csoda, amiben a tudósok többsége egyáltalán nem hisz. Pedig biztos élnek, ma reggel be is hurcoltak egyet a kikötőbe, magyarázta Rozi.
Az öreg Lemming szeme elkerekedett a csodálkozástól. És szemmel láthatóan megkönnyebbült, amikor Rozi gyorsan azt is elmesélte, hogy a sellőlányt sikerült kiszabadítani és visszaengedni a tengerbe, mielőtt baja esett volna. A sellők nagyon különös lények. Vannak, akik mesebeszédnek tartják a róluk szóló legendákat, de sokan tudják, hogy a régiek történetei mind igazságon alapulnak. Várjatok csak, dünnyögte és a leghátsó polchoz cammogott, ahonnét némi keresgélés után előhúzott egy jókora, vasalt sarkú, lakattal lezárható könyvet, amelyre a Megalion címet írták, cirádás aranyozott betűkkel. Borítóján kagyló berakásos aranycsíkos címer díszelgett, amely a napot, a holdat és egy vérben forgó tekintetű, vicsorgó vadállatot ábrázolt. Ez a kis mű egy teljes fejezetet szentel a hajdani sellőknek, akik a hatalmas Megalion szolgái voltak. Megalion? Ti még nem hallottatok a hatalmas varázslóról, Megalionról, aki akkora várat épített magának, hogy elsüllyedt alatta egy egész sziget? Ja, de hallottunk, bólintott Rozi. Csak nem tudtuk a nevét. Megalion minden idők leghatalmasabb mágusa volt, de becsvágya nem ismert határt. Uralma alá hajtotta az áspis tenger népeit, a szigeteken és a víz alatt élőket egyaránt. A sellők hídárból fonták Megalion függönyeit és a palástját is ők készítették. Aranyszínű sellőhajszállal volt kihímezve, és állítólag 1111 sellőpikkely borította. És ez a könyv Megalionról szól? Nyújtotta ki kezét vágyakozva Rozi. Róla és a hatalmas birodalmáról, Megantiszról. Sajnos sem Megantisz pontos helye, sem a sellők lakhelye nem derül ki belőle. Azért átlapozhatom? Kérdezte Rozi, látva, hogy az öreg legszívesebben visszadugná a hatalmas könyvet a polcra. Átlapozhatom, de előre szólok, hogy nem eladom. Rozi és Rumini a következő fél órát a könyv lapozgatásával töltötte. Rozi megpróbálta megtudakolni az árát, hát ha mégis megvehetné, de az antikvárius kijelentette, hogy nincs a világon annyi aranytallér, amennyiért ő megválna a legkedvesebb kincsétől. Végül barátságosan, de határozottan kitessékelte a fiatalokat a boltból, mondván, hogy elérkezett a záróra ideje. Így hát kiültek a mólóval szemben egy padra. Velük szemben éppen a pikkely kovács himbálózott a vízen. Kíváncsi vagyok, hogy vannak-e külön sellők befogására használt eszközeik, tűnődött Rumini. Vagy simán halászhálót dobnak ki a sellők szigeténél. Szerintem azok a lányok nem olyan ostobák, hogy csak úgy beleusszanak. Talán vannak álcázó eszközeik, vagy sellőcsapdáik, merengett Rozi. És térképeik. Rajta a sellők kedvenc pihenőhelyével, tette hozzá Rumini. Vagy megszereztek tőlük pár tárgyat. Fésűt, pikkelyfényesítőt, kagylótört, suttogta csillogó szemmel Rozi. Sokért nem adnám, ha körülnézhetnék a fedélzeten, dünnyögte Rumini, majd a homlokára csapott. Hiszen a mai éjszakát ők is a fogdában töltik. Teljesen üres a hajó. Azért lehet, hogy hátrahagytak egy őrt, aki nem szállt leverekedni, vélte Rozi. A láthatatlanná tévő kalapban simán kicselezem, legyintett Rumini. Ez egy olyan alkalom, ami talán csak egyszer kínálkozik az életben. Ma éjszaka felderítem a pikkely kovácsot. Hadd menjek veled, kérte Rozi csillogó szemmel, de Rumini a fejét rázta. Figyelj, tudom, hogy bátor vagy és ügyes, de egyikünknek biztonságban kell maradnia a szipirtyón, mert ha véletlenül mégiscsak történne valami, muszáj, hogy fecóék tudják, hogy hol keressenek. Ráadásul lehet, hogy nekik is szükségük lesz a segítségünkre, úgyhogy nem kockáztathatjuk, hogy mindketten bajba kerüljünk. Az előbb azt mondtad, hogy nem lesz baj. Nem is, csak nem árt óvatosnak lennünk. Rozi összeszorította a száját, aztán lehajtott fejjel csendesen megszólalt. Értem. Igazad van. Menj egyedül, de... De? Legközelebb én megyek.
Rumini elnevette magát. Rendben, tiéd a következő kör. A következő fél órában egyáltalán nem láttak semmiféle mozgást a Pikkely Kovács fedélzetén. A hajó teljesen elhagyatottnak tűnt. Megnézték, melyik irányból nyílnak a kabinok, és megpróbálták kitalálni, hol lenne érdemes a Rumininek megkezdenie a keresést. A fedélzeten nem használhatod a Szent János bogárlámpást. Figyelmeztette Rozi. Tudom, azt már csak nem kapcsolom fel. Könnyen bejutok a kabinokba, mert magammal viszem a vascs... Rumini elhallgatott, mert a mondat közepén jutott eszébe, hogy a vascsöppentő örökre elveszett Tükörsziget mellett, a másik sziget vulkánjának mélyén. Mekkora veszteség. Fecó hátizsákjában mindig van állkulcs. Mosolygott rá Rozi. Jobb híján az is megteszi. Miután mindezt megbeszélték, visszasétáltak a szipirtyóra, hogy a sötétség beálltáig előkészítsenek mindent. Rumini, bár reményei szerint egész idő alatt láthatatlan lesz, a biztonság kedvéért fekete pulóvert húzott. Egérországban beszerzett új hátizsákjába pedig gondosan elhelyezett mindent, amire szüksége lehetett a felderítés során. Végül fejébe csapta a kalapot, hátára kapta a zsákot, és elindult. Rozi a szipirtyó fedélzetéről nézett utána. Nem látta ugyan merre jár, de elképzelte, ahogy végig sétál a mólón, elhalad az egymás mellett horgonyzó hajók mellett, végül megáll a Pikkely Kovács oldalánál hallgatózni. Valóban így is történt. Az egér fiú egy darabig fülelt, majd miután meggyőződött róla, hogy tiszta a levegő, felsétált a hajóra. A lába alatt meg-megreccsentek a fedélzet deszkái, de erre sem rontott elő senki a kabinok rejtekéből. Nagy megkönnyebbülésére a kabinok ajtaját nyitva találta. Micsoda elővigyázatlanság! Futott át a fején, de aztán rájött, hogy a Pikkely Kovács legénysége szinte rohanva hagyta el a fedélzetet, hogy Fecóékkal verekedjen. És igazán nem számítottak arra, hogy utána nem lesz alkalmuk visszatérni. A legénységi kabinban a hatalmas rendetlenségen és a piszkos ruhákból áradó állott szagon kívül semmi érdemlegeset nem talált. Hanem amikor a kapitányi fülkébe lépett, rögtön megdobbant a szíve. Az asztal közepén kiterítve hevert az áspis tenger nagy térképe, éppen úgy, ahogy Roziban elképzelték. Közepén szaggatott vonal jelölt egy szinte szabályos, ovális formát, ami fölé szintén szaggatott betűkkel a Megantisz nevet írták. Körülötte fekete és piros tintával berajzolt nyilak, valamint két jókora X. Az egyik egy bizonyos Shuriken-sziget keleti oldalát jelölte, a másik egy szemmel alig látható szárazföld darab mellett állt, ami fölé a síralomszikla nevet írták. A sellő tanyája, suttogta maga elé Rumini, vagy legalábbis nem kizárt, hogy az, tette hozzá, mert nem akarta képzelődésekkel áltatni magát. A neve minden esetre furcsa. De jó lenne magával vinni a térképet. Segítségével könnyen megtalálhatnák a két X-el jelölt területet és a sellőket. De akkor azonnal lelepleződhetne, hogy itt járt. Végül is tűnődött. Őrizetlenül hagyták a hajót. Bármilyen rabló kifosztatta. Soha nem fog kiderülni, hogy én voltam az.